Folytassuk is akkor az ismeretet a fűszerek, fűszerkeverékek és az ízesítőkkel. A fűszerek olyan növényi aromák, vagy erőteljes ízhatásokat kifejtő anyagok, amelyek segítségével az ételek íze hangsúlyosabbá tehető, vagy élénkítő hatásuk növelhető. E termékek illatok, aromájuk, ízük segítségével élelmiszereink, illetve élelmiszereinket Kívánatossá teszik. jellegzetes tulajdonságaikat a bennük lévő hatóanyagok, illóolajok, gyanták, balzsamok határozzák meg. Sok rétű hatást gyakorolnak az egészségre, ezért a fűszerek egyben gyógynövényeknek is tekinthetők. Gyorsítják az emésztést, fokozzák a nyátermelést, étvágyjavítók, növelik az epekiválasztást, tágítják az ereket. Jó hatással vannak a szívre, a vérnyomásra, antibakteriális hatásuk van, elpusztítják a bélparazitákat, és növelik az élelmiszerek eltarthatóságát is. Úgyhogy a fűszerek minden szempontból pozitívak. A fűszereket növényi részek szerint csoportosíthatjuk. Ugye a fűszerek választéka, ugye termések és magok. Ugye a termések a világból kialakuló magot vagy magokat tartalmazó növényi részek. A fűszerpaprika, a paprika növény beérett és megszárított terméséből készült örlemény. A magyar konyha legjelentősebb nélkülözhetetlen ételizésítője és színezője. A világhírű paprika termelő közöteink ugye Szeged és Kalocsa környéke. A szegedi és kalocsai paprika hungarikumnak számít. A fűszerpaprika választéka szerint alakul, hogy milyen jellemző bíró alapanyagokból indulnak ki. Hogy az alapanyagokat önállóan vagy keverten használják-e. Végül pedig, hogy milyen arányban van jelen a késztermékben a paprika paprikabőr, tehát a termésfal és a gyömös hús, az erezetek és a magvak, tehát a szerint osztályozzák a, a fűszerpaprikát. Tehát, hogyha benne van minden, ami kell, akkor persze az árán is meglátszik, viszont sokkal több benne az eszenciális és easy dolog. Folytassuk is akkor a kajenne borssal. Tehát a cayenne bors rendkívül erős, égetően csípős fűszer. A hazánkban közkedvelt csili keverék alapanyaga. A bors csípős ízét a piper Piperin adja. Kereskedelmi forgalomban három színváltozata ismert. A legelterjedtebb a fekete bors. Még zöld állapotában szüretelik, majd szárítják. A húsos termésfal megszilárdul, ráncosodik, színe barnás fekete lesz. A fehér borsot pirosra érett állapotban szüretelik, a bogyókat áztatják, erjesztik, a magokról a gyümölcs húst ledörsölik, majd a magot szárítják, így a termék sima felületű, a fekete változatánál némileg nagyobb méretű. Zöld bors ugye éretlen állapotban született magokat jelent. Van még a úgynevezett piros bors és a rózsabors, egy szömörceféle piros színű, borsillatú, érettelen szárított termése. A vaníliát éretlenül szedik le, sajátos ízét, illatát, a romáját csak eljesztés és szárítás után kapja meg. Hatóanyaga a vanilin. Felhasználható sűrítmények, édességek, likőrök készítésére. Szegfű ízben a borsra, illatában a szegfűszegre emlékeztet. Csípőssége gyengébb, mint a borsé, ezért a borsérzékenyek, és illetve a borsérzékenyeknek, és a diétás élelmiszerekhez javasolt. Tehát di. diétás élelmiszerekhez és borsérzékenyeknek javasolt a szegfűborsz fogyasztása. Ánis. Az Ánis szürkés-barna színű, aromás magos, emésztést elősegítő hatású fűszer. Az Ánisos süteményt ezért fogyasztják, a nehéz ételekből álló lakomák végén. Hát az ánizs, az emésztés segíti elő. Van még az úgynevezett csillagánizs, tehát egy zöldes barna színű, az ánizsjal nincs rokonságban, de illata arra emlékeztet. Főként a távol-keleti fűszerkeverékek alapja. Baromfi és sertéshúsok fűszerezésére használják. Tehát a csillagán is nyugodtan használjuk baromfi és sertéshús fűszerezésére. A kömény görcs gorc hatású, sok illóalajat tartalmaz, ezért átható szagú fűszer. Az édes kömény jellemzően ugye ánizsillatú, édes ízű ételek fűszere, teája, gyomorerősítő, és szélhajtó hatású. Koriander a következő, tehát a koriander jellegzetes édeskés ízét a korianderolaj adja. Pácolt halkészítmények, savanyúságok, sültek, kolbászfélék, likőrök fűszere. De alkalmazzák szélhajtó, gyomorrevesítő gyomor gyomor gyógytehákban is. Tehát a koriandernek ilyen jellegzetes édeskés íze van, és halkészítmények fűszerezésére használjuk, illetve sültek, meg még kolbászfélékbe is nyugodtan alkalmazhatjuk. Kardamom. Íze fanyar édeskés. Sültek, pácolt húsok és likőrök fűszere. Szélhajtó és vértisztító hatása. Van ennek a karda, kardamonnak. Társ sültek és pácolt húsokra. Alkalmazzuk ezt fűszerként. Következő a mustármag. A mustármag hatóanyaga a mustárolaj. Íze kellemesen csípős, halételek, saláták, samanyúságok kitűnő fűszere. Kiváló puffadás, csökkentő, emésztés segítő, vértisztító hatású. Használják érelmeszezéses, és érelmeszesedéses és magas vérnyomás ellen is. Szerecsendió A szerecsendió termése a baracmaghoz hasonlít. Érésekor a termés felhasod és szabaddá válik a mag. Feltörik, megtisztítják, a magot szárítják, így kapják a szerecsendiót. A lefejtett köppenyt szárítják, ez a szerecsendió virág. Különleges ízhatású levesek, mártások, húsok, fűszere. Szélgörcsök esetén hatásos, enyhíti a reumás fájdalmakat, de vigyázni kell a használatával, mert túladagolása halálos lehet. Térjünk át a levelek és füvekre. A levél a magasabb rendű növény zöld, Lemesszerű része. Leginkább frissen érdemes felhasználni. A szárított levelek sokat veszítenek illóolaj tartalmukból. A fogyasztott fűszerlevelek a technológiából adódóan jobban megőrzik aromájukat. Illóolaj tartalmukat legtöbb levélfűszer ugyanakkor gyógynövény is. Jellemzően sok ásványi anyag tartalmat tartalmaz. Maraja majoranna az első. Tehát a majoranna a magyar konyha kedvelt, nélkülözhetetlen fűszere. Íze az illóolaj tartalom miatt kesernyés, enyhén csípős. Illóolaj tartalma étvágyavító hatású. A vérnyomást növeli. Felfúdó, felfúvódást. Légzési zavarok ellen viszont használatos. Tehát növeli a felfúvódást meg a vérnyomást is növeli. Babérlevél. A babérlevél a babérfa szárított leveren. Ókori fűszer és gyógynövény, a babérkoszorú a győzelem jele volt. Elősegíti az emésztést, ezért nehéz ételek például bab, káposzta, füstölt hús készítéséhez, pácok összeállításánál jól használható. Tehát a bab füstölt a készítéséhez, illetve pácok összeállításához nyugodtan alkalmazhatunk a bérlevelet. A bazsalikom az egyik legősibb ismert fűszer növény. 5000 éves fűszerkoszorúkat találtak Egyiptomban, ami bazsalikomból volt. Több fajtája ismert, a lila a legilatosabb de ízesítésre a zöld használjuk. A mediterrán konyha kihagyhatatlan ízesítője az oregánóval együtt, amit a vadmarajonnának ne is nevezünk. A bazsalikomból sokat is használhatunk, ám az oregánó intenzív aromájával óvatosabban kell bánni. Kakukfű. A kakukfű elsősorban a karakteresebb ízű ételek, vadak, bárányételek fűszere. Túladagolás esetén keserű lehet az étel. Erőteljes íze mellett jelentős köhögés csillapító és görcsoldó hatású. Tehát a kakukkfű köhögés csillapító és görcsoldó hatású. Általában vadak és bárányfélék fűszerezésére alkalmazzuk. Borsikafű. A borsika fű vagy népies nevén a csombor, enyhén borsra emlékeztető. A bors túlságosan csípős íze nélkül, így a diétás étkezésben is használható, ám csersav tartalma miatt óvatosan kell vele bánni. Rozmaring a rozmaring örökzöld ősi mediterrán fűszernövény. Itthon intenzív illatú, sokoldalúan használható fel a főzésnél. Bárány, szárnyas ételek kellemes kísérője. Tehát bárány és mindenfajta szárnyas állat, például baromfi, pulyka, stb. Magas fűszerolaj tartalma miatt a népi gyógyászatban is volt jelentősége. De egy almába tűzve a termékenység szimbólumának tekintették a rozmaringot. Lestján nagyon kedvelt erdei fűszernövény volt, amíg nem a levesporok kísérője lett. Az azóta a lestyán ízét a levespor ízével azonosítják. Emiatt kapta a vegeta vagy a magi növénynevet is. Így a modern konyhában sokan nem kedvelik a lestyánt. Kapor. A kapor fásosodó, látszárú növény, ahol nem csak a leveleket, hanem az egész növényt használhatjuk. Tökfőzelék, erdei töltött káposzta, kapros túrós ételek, aromás fűszere, de többek között a kovászos uborka is elképzelhetetlen lenne nélküle. Gyógynövényként is használják, tehát fejfájás csillapító, hatású, de gyomorpanaszok kezelésére is remek. Zsája. A zsája évelő, kesernyésen aromás teltízű levélfűszer, kánfort is tartalmaz, vad szárnyasok, töltelékek ízesítésénél van jelentősége. Az olasz, az olasz saltimbocca alapfűszere, gyógynövényként gyulladás csökkentő hatása jelentős a zsájának. Turboja. A turboja az erdőszéleken már a korai tavaszi napokon, de késő ősszel is megtalálható. Enyhén ánizsos illatával, apró petrezselyemszerű levelével, könnyű krémlevesek, szárnyas ételek ízesítője a francia konyhában, az őt zöld tehát Fajnes Herbes egyike. A vesebb vesebántalmakra is használható. Tárkony a tárkonyt intenzív, enyhén csípős ízével, ragulevesekhez, mártásokhoz, egyes saláták ízesítésére használjuk, a mustár egy fűszere. A tárkony ősi gyógynövény az emésztés elősegítésére, de enyhe nyugtatóként is hatásos lehet, antidepresszáns, teája tisztítja a vesét. Majoranna a magyar konyha kedvelt, nélkülözhetetlen fűszere. Íze az illóolaj tartalom miatt kesernyés és enyhén csípős. Illóolaj tartalma étvágyavító hatású. Veszélyeztetett terheseknek nemi vágyuk csillapítására ajánlják. Virágok és virágrészek A szegfűszeg a mirtuszfélék családjába tartozó fa, szegfa bimbója. A bimbókat akkor szedik, amikor piroslani kezdenek. Illóolaj tartalma jelentős. Édes ételek, kompótok, befőttek tészták, boronfihúsok. Italok ízesítésére használják, és enyhíti a fogfájást is. Rendkívül munkaigényes a sáfrány szedése. 80 és 100 ezer bibe tesz ki 1 kg fűszert. Ez is magyarázza, hogy a legdrágább fűszernövény. Színe mély, narancs és vörösbarna, húslevesek színezéséhez, mártásokhoz, vajakhoz használják. Húgyuti és emésztési problémák, enyhítésére is kitűnő természetes szer. A levendula, barnás lila színű vágott virágát vagy bimbóját használják cukorkák, idítő italok, aromák ízesítésére kiváló. Helyrészek az Ázsia trópusi vidékein honos babérfélék ágairól lefejtett, parafától megtisztított és szárított kéreg a fahéj. Fokozza a vitalitást, csökkenti a hasmenést és a hányingert. Gyökérfűszerek A gyömbér 1 és 3 százalék ílóolajat tartalmaz. Hatóanyagai égetően csípős ízűek, frissítő hatásúak. Törzsét, gumóját és gyökerét egyaránt felhasználják. Angliában kedvelt a gyömbérsör. Keleten cukrozott csemegét készítenek belőle. Értékét növeli a vitalitást fokozó hatása. Elősegíti az emésztést, kandírozva tengeri betegség ellen is használják. A gyökér fűszerek közé tartoznak még a levesporok alkotó részei, a lestján és a kurkuma is. A kurkuma a sárfányra emlékeztető, ételszínezékként és frissítőként használt fűszer. Fűszerek bolti kezelése. Ugye az aromazáró csomagolás ellenére a többi árutól elkülönítve, száraz fénytől védett raktártérben célszerű tárolni. A fűszer gyorsan elveszíti aromáját, ezért kis mennyiséget tartalmazó, zárt, fényt át nem eresztő egységekben hozzák forgalomba. A csomagolóanyagok kiváló csomagolóanyaga a kiváló vízgőz, gáz és zsíráló csomagolás biztosító társított papír, tehát PVDC szokták alkalmazni a csomagoló, csomagolásának. Páratartalom ugye a legkedvezőbb, a 65 és a 70 os relatív páratartalom, a csomagolás károsodásának nedvességének kizárása érdekében. Az ideális tárolási hőmérséklet 8 és 10 Celsius fok között van. A fűszerek minőségi követelményei ugye nem lehet dohos, nyírkos, penészes és idegen ízű, szagú és fertőzött. Csökkenthető anyagú fűszer nem forgalmazható. A fűszerkeverékek különféle hazai és import fűszerek meghatározott arányú keverésével állíthatók elő. Beszéljünk akkor egy kicsit az ételízesítőkről. A fűszerkeverékek különféle hazai és import fűszerek örlésével meghatározott arányú keverésével előállított különleges ízhatású készítmények. A felhasználási céltól függően lehetnek töltelékek, grill, flecken, pástétum, pecsenye, magyaros, kínai, szárnyas és saláta. Az ízesítők, zamosz, zamatosítók, állományjavítók nem növényi részek, de a fűszerekhez hasonlóan fokozzák az élelmiszerek élvezeti értékét. Konyhasó származása szerint lehet tengeri és bányászott. Tartalmazhat hozzáadott jódot, amelynek forgalmazása és fogyasztása a jódszagény területeken a pajzsmirigy egészséges működéséhez fontos. Ecet Az ecet az eljesztéssel előállított ecetsav 5 és 20 százalék közötti töménységű vizes oldata. Kereskedelmi forgalomban kapható ételecet, borecet, Almácet. különleges termék a balzsamecet. Összetett ízesítők. töféle ízesítő, színező hatású anyag egy felhasználásával készülnek, ugye konzervapő a termékek. Ilyen a vegeta és a delikát. Szárított, porított zöldségekből, fűszerekből előállított finom szemcsés készítmény. Tehát szárított, pirított zöldségek és fűszerek vannak az ételizesítőben, mind a vegetálnál, mind a delikátnál. Piros arany. Pritamin paprikából készült, finomra őrölt pép. Az erős paprika arányától függően csemege, csípős és nagyon csípős változatban készítik. Felhasználhatók pörköltek, hagymás, paradicsomos ételek készítésénél. Tubusban kerül forgalomba és hungarikumnak számít a piros arany. Gulyás krém. A csemege és csípős ízben készül, felhasználható minden magyaros ételhez, leves készítésére is ajánlható, és ez is szintén tubusban kerül forgalomba. Hagymakrémek. A vörös hagyma és fokhagymakrém változatban készítik, egy evőkanál vörös hagymakrém egy közepes fejhagymának felel meg. Tehát egy kanál ebből a krémből, olyan, mintha egy hagymát szeleteltünk volna fel. Spagetti krém A spagetti krém paradicsompüréből készült füstölt és különleges fűszerek hozzáadásával olaszos jellegű ételek készítéséhez ajánlható. Pizza krém Sűrített paradicsom, vörös hagyma, fokhagyma, sült szalonna, cukor, konyhasó és egyéb fűszerekkel készül. Pizzák töltelékének ízesítéséhez ajánlható. Ketchup. Fűszerekkel, ecet, só, cukor, paprika, hagyma, zeller, szegfűszeg, majoranna, bors, gyömbér, almabor, kapor, tárkony, narancsolaj, Ízesített paradicsompüré, Magyarán ezekkel a fűszerekkel, amit az előbb felsoroltam. Zöldségkrémek. Ugye fajtája a vegyes és a natúr zöldségkrémek, valamint a zellerkrém. A mustárok. A mustármagliszt, só, cukros, ecetes lé, olaj, fűszerek felhasználásával készül. Tehát mustármagliszt, só, cukor és ecetes lé, és olaj és egyéb fűszerek. A majonéz tojás sárgájából és étolajból készített, citrommal, esetleg eszecsavval, sóval, cukorral, fűszerekkel ízesített készítmény. Sa a saláta öntetek, mustáros, paprikás és fokhagymás változatban is készülnek. Állományjavító, módosító térfogatnövelő növelő anyagok az élesztő a sütőipar és a konyha technológia nélkül eszhetetlen anyaga. Apró, egysejtű, szabad szemmel nem látható élesztő gombák tömege, amelyet egyetlen sejtből kiindulva tiszta tenyészetből technikai úton szaporítanak. B és D vitamin tartalma jelentős, de nyomokban tartalmaz C és A vitaminokat is. A friss élesztő színe sárgás vagy szürkés. Foltmentes, rugalmas, kagylósan törő. Jellegzetes élesztőszagú. Nem lehet elfolyósodott, foltos vagy megpuhult. Az, az instant élesztő előnye, hogy hosszú ideig eltartható, a tésztában könnyebben eloszlatható. A képen pont egy instant élesztőt látunk. Sütőpor. A sütőpor kukorica keményítő alapú nátriumhidrogénkarbonátot tartalmazó por. A tésztában könnyen bomlik, a fejlődő széndiokszid gázt lazítja a tésztát. Szalarkáli A szalarkáli ammóniumkarbonát, amely könnyen bomlik az ammóniára és széndiokszidra. A fejlődő gázok a nehezebb tésztákat laza teszik anyaga levegőn is bomlik, ezért jól záró csomagolásban hozzák forgalomba. Szódabikarbóna Fehér színű, nátrium bikarbónát, amely melegítés hatására elbomlik. A fejlődő gázok lazítják a tésztát, felhasználják zöld főzelékek főzésénél is. Késhegynyit a főzővízbe szórva, a zöldségféle megtartja az eredeti friss zöld színét. A zselé A torta zselé anyagok édes bevonatok készítésére használható, sűrítő anyagok, amelyek porcukorban eloszlatott karvagénből állnak. A zselatin állati csontokból, kötőszövetekből főzött szintelen, szaktalan, kacsonyásító anyag. És nagyjából szerintem ez a téma ennyi is lett volna, Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!